Általános edzettség, speciális edzettség. Tehát a speciális színvonala nőjön magának az edzés munkának. Ezekkel a szavakkal vezette fel előadását Barta Csaba, a győri Audi Etó KC elnöke, az utánpótlásban dolgozó szakemberek továbbképzésén. A klubnál rendszeresen tartanak ilyen megbeszéléseket, hogy az edzők tudása napra kész legyen. A sporttudomány és azon belül az élsport egy hihetetlen dinamikusan fejlődő terület, ezért is nagyon jók ezek a kis továbbképzések, és beszélgetünk együtt az edzőkkel arról, hogy hova is kellene eljutnunk, milyen új edzésmódszerek, milyen edzéseszközök jelennek meg napi szinten a leírtakban, a sporttudományban, összefoglaltakban, mert mindig az a jó megközelítés, hogy aki nem halad, az lemarad. Az elméletet pedig a gyakorlat követte. Holanek Zoltán erőnléti edző a törzsizmok erősítésére helyezte a hangsúlyt. Háborút kell vívnom minden egyes támadásnál, védekezésnél. Tehát muszáj, hogy így legyen, ugye? Muszáj. Ez a gyors fordulások és irányváltások miatt fontos, mondta a tréner. Mehet? Tökéletes. Most az oldalsó láncot dolgoztattam. Holanek Zoltán azt is elmondta, az edzőterem és a modern eszközök hasznosak, de ettől függetlenül az edzőknek felszerelések nélkül is képesnek kell lennie erőnlétet építeni. A mai napnak az volt az egyik célkitűzése, hogy abszolút szermentesen, taumentesen próbáljunk meg olyan gyakorlatokat mutatni az edző kollégáknak, amiben az egyszerű harmonikus mozgást tudják a gyerekek elsajátítani. Ez alatt a guggolást, egy fekvőtámaszt, egy egészséges hasizom gyakorlatot tudjanak elsajátítani, és ehhez ne kelljen semmilyen külső eszközt bevetniük. A képzéseken egyébként mindig a maguk területén kiemelkedő szakemberek tartanak előadásokat az edzőknek.